Éva, őszanyó, tipeg. Tarka fák alatt, tipeg őszanyó, karján karkosár, benne sok dió. Szilvát szüretel, almát gesztenyét, lombot fest erdőn, mezőn szerteszét. Bükkmakot ráz le, arany levelet, gyümölcsöt taszal, avart tereget. Édes fültözön jelzi merre jár, ízes mustárja, üvös pince vár. Szeptember 29-e Szent Mihály napja. E nappal kezdődött az úgynevezett kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, ami Katalin napjáig, november 25-éig tartott. Ez a nap a gazdasági év fordulója. A pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágukról. A hagyomány szerint Szent György napkor legelőre hajtott állatokat Mihály napján hajtották vissza a falvakba. Ezért ekkor számoltak el, szegődtették újra a pásztorokat, ekkor fizették ki őket. Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály napra vonatkozóan. Az ipolymenti falvakba úgy tartották, ha a fecskék nem repültek el eddig a napig, akkor hosszú őszre lehet számítani. A Szent Mihály napkor még itt van a fecske, a karácsonyig bígan legelhet a kecske. A pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az időjárásra. A Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet váltak, ha ellenkező esetben enyhét. Ekkora már megfort a déli szőlőhegyek, az évi átlagánál korábban született szőlőinek bora. Ezért hívták a dél-magyarországi területeken borszűrő Szent Mihály napjának, az egyébként a gazdasági év szempontjából mindenhol az országban oly jelentős napot. Ekkortól lehetett szűrni a bort, ekkortól kezdődhettek a lakodalmak, sok helyen, elsősorban az Alföldön és Eger környékén. Szent Mihály napja a szület megkezdésének időpontja. Ennek mindent alárendeltek Eger városában. Szünetet a bíráskodás, a diákok szabadságot kaptak, igaz szüreti munkájukat mindig elvárták. Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihályi vásárok, amelyekben a nagyobb városokban tartottak. A távolabbi helyekről akkor még lovaskocsival vagy ökrös szekérrel mentek a vásárba. Így árultak a vargák, a csizmadiák, a kádárok, a szíjjártók, a szűszobrák. Sok árus mondókával csalogatta a vevőket. Asszonyok, asszonyok, katyamadzak, pöndölmadzak, vékony madzak, vastag madzak, széles madzak, keskeny madzak, fehér madzak, sárga madzak. Nem dicsérem, jól megmérem, tessék kérni. De nem csak azért mentek a vásárba, hogy megvegyék, amire szükségük van. Ez szórakozást, ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek. Ilyenkorra már megfort az új bor, beindult a pálinka főzés, kezdődhet a lakodalmazás őszi időszaka. Az apátfalvi öregek szerint a legény Szent Mihály napján vitte el a leánynak a jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni. Ez az időjárás még alkalmat adott arra, hogy a szabadban főzzenek és táncoljanak, esetleg a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek, mert a kisfalusi házak nem voltak alkalmasok a nagy vendégsereg befogadására. E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Kányádi Sándor, valami készül, elszállt a fecske, üres a fészke, de most is, mintha ficserészne. Úgy kél a nap, és úgy jön az este, mintha még nálunk volna a fecske. Még egyelőre minden a régi, bár a szonyog már bőrét nem félti, és a szellő is bebeáll szélnek, fákon a lombok remegnek, félnek. Valami titkon, valami készül, itt-ott a dombon már egy-egy csőszül. Nézd csak a tájat, de szépen őszül.